Meg is jöttek a Victoria Varga stúdióba az újabb vendégek utánunk. Mi már itt vagyunk benne, egy gyönyörű, nagyon hangulatú stúdió. Viki is ott vilában már látszik a háttérben. Megmutatom a gyönyörű fotókat itt a falon. Nem tudjuk még, hogy milyen ruhák lesznek a bemutatón. De biztos, hogy nagyon gyönyörűek, mert hogy itt minden ruha nagyon gyönyörű. És nagyon kedves a fogadtatás, úgyhogy aki vásárolni szeretne, jelentkezzen be bátran, mert Victoria maga fogadja az érdeklődőket, és szívesen segít akár a választásban is. Gyönyörűen szín szerint sorban vannak rakva ezek, gondolom. Közben nézek, Victoria, a ti stílusotokhoz mérten ezek lehetnek a basic pólók. Igen, gondoltuk, szerették volna egyébként, hogy legyen minden, mindenki számára lehet, hogy a darabok is, és így lettek a pólók. Köszi szalagos pólókkal kezdtünk el foglalkozni, és így emlékezünk, hogy ezeket Balaton dolgozunk. Igen, és akkor a Balaton, Budapest. Ez pedig, aki nem szeretne feltétlen valami várost viselni, szívecskék, de milyen gyönyörűek ezek a szalagok is. Nagyon szépen kidolgozottak. Tényleg, ahogy olvashatjuk is a honlapon, illetve a közösségi oldalakon. Színbe öltöztetjük a világot, hogy is mondod? Igen, színekbe öltöztetjük az életet, így van, nem is a világot. És ez tükröződik tényleg itt a ruhákon, ő de gyönyörű, mese szép. És ezt az anyagot például már így nyomottan vettétek? Nem, igazából az összes anyagunkat egyébként maga tervezettem, én festettem, és így tervezték meg, és időben pedig utána pedig igazából a sejemre, az készíték. Hát akkor azért ez mindegyik nagy munka. Igen, ez mindegyik printünk is egyedi tervezésünk. Ez olyan, mintha azt nézem éppen, hogy olyan, mintha kézzel lenne. És nagyon gyönyörű ez a kis bojtos vagy pomponos, annyira én a szakszavakat nem tudom. Igen, mi pomponosnak hívjuk, itt ezek is egyesével vannak berajzolva és rávarva. Mennyi idő lehet, míg elkészül? Egy darab, mert nem is, ugye nincs is belőle több, gondolom, vagy egy-két darab lehet. Tehát tényleg egyedi. És kiegészítők is vannak. És fejpántok. Nagyon aranyos kis, mint a zsokék alap lenne, és egyébként ilyen szalma hatású, tehát ez nyárra. Bizony nagyon kellemes viselet. A pomponos ruhához hasonló pomponos cipő. Izgalmas, vibráló színek. Ezt én azt gondolom, hogy még ősszel is lehet hordani. Itt vannak ilyen cukik is. Na, ezt megkérdezem, hogy mire szokták fölvenni. Igen, azokat is ilyen a mellé. Igen, ezek ilyen különböző ingekre, vagy egyszerű felsőkre, vagy kabátokra is. Aha! Ha feldobom, akkor tényleg egy teljesen egyszerű. Akár egy kis feketét. Igen. Gyönyörűk ezek a színek egyébként. Viszonylag ritkák, és akkor ezeket az árnyalatokat is ti festitek, úgy kéritek, hogy, hogy ilyen-olyan szín legyen? Igen, tehát itt is meg van egyébként a pantlon színei, és ami a kollekcióban belefér, tehát úgy festik meg, és úgy működik ezeket az anyagokat. És ez a cseh oldalán, az ami ezekkel sem szeretünk dolgozni, nagyon szép formákat lehet vele kihozni. Melyik az az anyag, ami a legnehezebben megmunkálható? Hát maga azért a hernyós sejem. Aha. És akkor erről jut eszembe a kérdés, hogy hogyan álltok két nappal a show előtt, a nagy munka, az izgalom, hol tartotok? Igen, gyakorlatilag maga is költözöttem volna a stúdióba a héten, tegnap is félkor mentünk el, úgyhogy még mindig jól lehet még itt finomítani, nagyon izgalmas, még mindig kitalálunk valami újat, most egyébként főként már a kiegészítőkkel dolgozunk, meg
az apró részleteken megy, kedden volt a fittingünk, és ilyenkor, hogy amikor megkapjuk a lányokat, és ugye lepróbáljuk elvinni, mindig minden test más, így nyilván a modellek is, a hosszakat, szóval mindent még állítani kell, de hát mi már nagyon várjuk. És hány ruhával készültök? 20 ruhát mutatunk be, úgyhogy 20 set lesz. Ez nyilván több ruhadarabot, amivel takar, de izgalmas lesz. Most egy kicsit új koncepcióval készülünk, úgyhogy majd lesz is. Lesz egy kis izgalom. És van-e kedvenc ruhadarab, ha nem is a mostani sorról, mert ezt gondolom még titok, de hogy ugye a jelenlévő kollekcióból esetleg, amit itt láthatunk. Pont, mondjuk pont láttuk a testvérruháját a kéket, de én nem születem a konkursot, még szerintem ezzel kerültünk legtöbbet, akár címekkel, vagy egyetlen ezzel foglalkoztak. A piros pamponos volt az első, és én ezt tényleg szerintem nagyon különleges, és nagyon szeretem, hogy sejem tőle készül, és minden testre ezt máshogy készítjük el, hogy ahogy a legelőnyösebb legyen. Nagyon jól lehet szerintem szépen formálni vele az alapot, és nagyon kényelmes is. Tehát ez tényleg így egy egész napra is, akár egy nyilván egy alkalomra, de nagyon mindenki minden mennyire kényelmes is benne lenni, annak egy nagyon mutatós. Igen, az biztos, hogy nagyon mutatós, és hát az látszik, hogy egy könnyed anyag, úgyhogy valószínűleg azért ennyire kényelmes. Az biztos. Nézzük még itt a további gyönyörű, sárgában is itt van a kis pomponkás, gyönyörű. És itt mintha már különleges alkalmi ruhák is lennének. Most azt nem merem mondani, hogy esküvői ruhák, de majdnem. Akár mondjuk, egyébként én el tudok képzelni ezek közül is esküvői ruhát, hogyha... Egyébként ezt annak készítettük is már méretre valakinek, úgyhogy ez abszolút nem, de tényleg nem esküvőre vagyunk teljesen mitfagos, vagy nem az a fő irány, de minden évben van legalább egy 10-15 mennyasszonyunk. De jó, és mennyire igaz az még, hogy nálatok nyilván a tapasztalatból adódóan, hogyha mondjuk ez az évi 10-15 mennyasszony, hogy fehér ruhát keresnek, vagy van-e, hogy színeket inkább? Nem minden, pontosan egyébként többen találnak meg, akik a színeset készítenek, de mondjuk fehérből is. Tehát olyan fele fehér, fele színes, tehát az így mondanám meg. De nagyobb többet nem is akarunk megre vállalni, de általában különleges, hogy is például csinálunk egy gyönyörű ilyen virágosat, amiken ezek vannak organzából, ott például az volt, hogy fehér volt az alap, de azon voltak így pasztel árnyalatok, és az is egy nagyon kis szép darab le. De egyébként egy zöld ruhába, egy halvány zöld ruhába is ment egy vendégünk férjhez, úgyhogy ma már tényleg semmi sem. És hát ugye végül is neked akkor lehet mondani, hogy a védjegyed most már a színek, úgyhogy ha valaki mennyasszony és színes ruhát szeretne, akkor jöhet a Victoria Varga stúdióba. Igen, azt hiszem. Itt biztosan, hogy fog találni. Ha éppen nem is talál, akkor Victoriájuk elkészítik. Én biztos vagyok benne. Tehát tényleg van-e olyan, hogy rendelésre készítetek, hogy valaki elképzel valamit, és akkor a, nyilván a ti... Igen, abszolút. Meg a legtöbbször azért az, amikor a helyhezek nagyon sokféle a darabban, az azért is látszik, és akkor azokból akár összelint felünk párat, hogy ott elindul az ötlet, és ott már csinálj egy másik anyagból, vagy másik hozban, vagy más diszkítéssel, vagy... Szóval nagyon sok az ömében egyedi darabokat készítünk egyébként. Viktória, tehát itt nagyon kedves, hogy szakított ránk egy kis időt, mi még egy kicsit itt nézelődünk, és hamarosan a noidivat.hu felületén jelentkezni fogunk egy interjúval, amit Viktóriával most elkészítünk. Addig is nézzétek tovább ezeket a kis filmeket, amiket készítünk, illetve gyertek, jelentkezzetek be a Viktória Varga stúdióba, és vásároljatok ezekből a gyönyörű ruhákból.